Bayer Bálint élete felpörgött, fellépésről fellépésre jár, és párjával az új lakását díszítik. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Délután énekes vendégünk is. Így van. Hát milyen érzés az, amikor az ember összeköltözik és a lakását tudja díszíteni és újítani? Nem tudom, láttad, de milyen szép dolgot készítettem. Pont az a gondolatom volt, hogy szerintem felkérlek legalább egy-két díszre, hogy megosztjuk, vagy legalább mutasd meg, hogy hogyan kell. Neki Krisztián belsejtetni. Akkor átveszem onnan. Egyébként mennyire vagy ügyes így mondjuk kézzel, vagy mennyire vagy hajlandó mondjuk a lakásban ilyen dolgokat elkészíteni, megcsinálni? Hát nem nagyon szoktam ilyeneket csinálni. Igen, de te szerintem... is Igen, én igen, az édesapám az, aki nagyon ilyen ezermester, anyukám meg óvónő, meg is csinálja, ő inkább ilyen jellegű dolgokat csinál, apu meg minden mást egyébként, tudom, pandófűtéstől elkezdve mindenfélét ő csinál meg, úgyhogy én nem vagyok feltétlenül ilyen, én nem szoktam így nekiállni, tényleg inkább megveszem. Ugye összeköltöztünk már viszonylag régen, de ez most egy saját lakás lesz végre, természetesen ez nagy álmom volt, úgyhogy most nagyon belevetettük magunkat, így ilyen kulcsra kész ház lesz Soroksáron egyébként, és hát egy csomó mindent ki kell választani. Ugye fehérek lesznek a falak egyelőre, és akkor utána most nekünk ki kell választani, mi milyen lesz itt gyönyörűen, majd körbenézek egyébként. Most bárhol megyek, mindenhol mérek, nézem, hogy melyik szín mivel passzol, itt is már néztem, hogy milyen a burkolat. Úgyhogy most ezekben vagyunk benne nagyon, hogy a burkolatokat választjuk. De most persze én most úgy vagyok vele, hogy annyi mindent lehet, hogy szakember segítséget fogom. Igen, szerintem nagyon fontos, mert egy idő után tényleg azt mondom, az ember elvész ebben a rengetegben, hogy igazából ez is tetszik, az is tetszik. Stílusban egyébként nektek a lakásban mi az, ami úgymond igazából olyan befogadó, amit te úgy érzel, hogy egy ilyen családias hangulat? Melyik az a stílus? Hát szerintem ilyen elég minimál lesz. Uh-huh, modern, de azért minimál, hogy fehér lesz a konyhabútor, az egész biztos. A meleg burkolat az valamilyen barna. Hát nem ér. Brigi fantasztikusan főz, úgyhogy ő ott mozog majd a konyhában. Ez fehér lesz, ezt ő választotta. Ugye ezer felé kell árajátokat kéregetni és megpróbálni mindenhol egy kicsit spórolni, mert iszonyat, hogy mi mindenre kell, amire még nem is gondoltam persze. Úgyhogy alapvetően ilyen fahatású dolgok lesznek a burkolat. A konyhában is ott egy kicsit világosabb, a nappaliban egy ilyen melegebb barna, egy ilyen tölgyszínű valami, és aztán a fürdőszoba, nekem is lesz egy fürdőszobám, egy ilyen zuhanykabin, most neki meg fent egy kádas. De ez inkább azért van, hogyha majd lesznek gyerekek, akkor a kád mindenképp kell, én nem nagyon szoktam belefeküdni. Tervben van akkor ez a ház, ez már akkor, hogy akár a gyermekeknek is jó hát lesz? Három fél szoba van egyébként, tehát már két szobával több, mint ami kellene. Most egyelőre dolgozó szoba és vendégszoba lesz, meg egy gardrób szoba, aztán hogyha jön az első gyerek, aztán a második, akkor akár ott el is férünk egyébként. De akkor kimondod, hogy legalább két gyermeket terveztek azért. Hát szerintem ilyen, nagyjából így. Ez volt a jövőképben. Van előkert, hátsó kert, ez egy kétszintes ikerház egyébként. Mikor lehet költözni? Hát valószínűleg júliusban. Na, már most március végén le kell adni mindent, hogy akkor amelyik vizes blokk ide kerül, oda kerül, a konnektorból hány, mennyi, hogyan. Még lehetett variálni nekünk, mert még most a falak már ugyan állnak, de még csomó mindent lehet igazítani. Rengeteg fellépés mellett mennyire tudod ebből kivenni a részed? Hát én tudom kivenni a részem leginkább benne, mert Brigi meg napközben dolgozik, és ráadásul pont úgy, hogy vele együtt nem tudok elmenni szinte sehova, hogy akkor meg is fogja megnézni, hogyha most kivett egy szabad napot, és jövő héten elmegyünk és véglegesítünk majd mindent, mert most már az én fejem egy kicsit zsong, hát hajnalig nézegetem, bekérek mindenhonnan prospektusokat, szerintem itt végzek, innen is tovább megyek, majd egy ilyen fürdőszobaszalomba ott is körülnézek. De lehet, hogy jobban tenném, ha már nem nézegelődnék, mert tényleg annyi lehetőség van, és annyi gyönyörű dolog van, és minden passzol gyakorlatilag majdnem mindennel. Úgyhogy tegnap pont felvettem az egyik zenész barátom, egy basszusgitáros Baranyi Gergő, aki a Voice-ba is benne volt a zenekarban, az ő kedvese ilyen lakberendezéssel foglalkozik, megnéztem, úgyhogy biztos, hogy kérem a segítségét, mert már valóban, ahogy mondtad, elvesztem. Sajták az új album. Hát nagyon sok fellépés van, ugye most nőnap környékén nagyon sok jellegű volt, tehát mentem egyedül is, aztán szimfonikus zenekarral például Székesfehérváron, hogy 1100 fős rendezvény volt, Cegléden is, ott Solymos Tóni volt utánam, Korda Gyuriékkal is találkoztam az elmúlt pár napban, úgyhogy közel 3000 ember előtt énekeltem most, aztán a jövőben is hasonló intenzitással megyünk tovább, van egy Milliók hangja nevű rendezvény, Joan Faulkner, egy amerikai énekesnővel éneklünk együtt, Harsány Levente, nem Harsány Levente.
mindegy, beszéljük. Még eszedbe jut. Lényeg a lényeg, hogy szabad percet. A levente, akkor mindig a harsányi levente jut eszembe. Szörényi levente, bocsánat. Tőle, szóval Szörényi Leventével fogunk együtt dolgozni, ő találta ki ezt a koncertet. Willis Conover egy amerikai rádiós volt, ő volt az Amerika hangja, és ő nagyon sokat segített a magyar jazzzenészeknek is, és hát erre fűzzük fel az egészet, a Budapest Jazz Orchestrával lesz. Ők játszák a talpalámolót, ha úgy tetszik. A MIPA-ban lesz koncert, Debrecenben a Költségközpontban és Pécsen a Költségközpontban. Új album is készül. Karácsonyi lemez készül, már most erre kell gondolni, most jöttünk ki belőle, de nagyon előre kell tervezni, mert másképp nem megy. Magyar nyelvű dalok lesznek, alapvetően a Berecki Zoliék is csináltak egy hasonló lemezt a Dórival, ugye duett lemezt, azon is nagyon sok jó működő magyar szöveg van. Két dalra írattam egyébként, két külföldire, azt majd most engedélyezhetnénk, illetve két saját dalt, egy lassabb. Mindenben ennyire tudatos vagy? Igyekszem, igen. Tervezel? Igen, azért baj ez most ez a lakberendezés ügyben is, hogy most így beleástam magam is, ilyen szakszavakat szívok magamba, és akkor így dobálózok, és így mondom mindenhol. Hát akkor ki tudja, lehet, hogy te is belejössz, és a következő házat már magad építed. Hát azt nem hiszem, mi kettőt építettünk egyébként már a szüleimmel, illetve én a másodikba vettem részt leginkább. Úgyhogy azt tudom milyen. Elég nehéz egyébként az építés? Hát, igen, nyilván fárasztó, amíg mindenki más nyáron, én a Balatontól 13 km-re laktam Marcaliban, és amíg mindenki délelőtt elment a Balatonra, addig mi a sötétedésig nyomtuk a melót, és aztán esetleg utána felültünk a biciklire, és elkerekeztünk Balaton-Mária fődőre. Tesómmal mindenki ment a kis barátnőjéhez, aztán utána visszatértünk, mert reggel megint meló volt. Úgyhogy kemény volt. Hát ugye az is mindig ilyen fura, nagyon nagy lett a ház, ha már építkezünk, akkor ez is legyen már nagyobb, akkor már ne szóra, ez is, úgyhogy el lehet szállni. Azért tartottátok a normálisan, úgymond a kereteket, akár négyzetméterben is? Hát ez úgy volt, hogy most ezek ikerházak, és az első ütemben épültnek a lakások, amilyen az utolsó, és ez egy 80 négyzetméteres. Tehát azon hála Istennek nem lehetett változtatni, sok mindenen nem lehetett változtatni, nem kellett mindent előről kezdeni. Tehát kulcsra kész, de a konyhabútor nincs benne, a szaniterek meg... Gratulálunk hozzá, és el is kemény, akkor téged énekelni, jó? Jó. Köszönöm szépen.